Ismert szerzők, izgalmas kulisszatitkok. Ez itt a Nappaliban, az Áramgyár Kiadó heti beszélgetős műsora. Mai vendégem Huszti Gergely. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. És egy nagyon aktuális témával vagy bejelentéssel kezdeném, attól függetlenül, hogy egyébként miről fogunk beszélgetni, hogy szeretnénk gratulálni neked az év ifjúsági regénye díjhoz, a Mester Alvok hajnalához. Erről egy pár szóban mesélhetnél magáról a díjról, illetve hát a regényről is. Tulajdonképpen ez egy olyan jellegű díj, ez a Hubby díj, amire a kiadók jelölik a szerzőket, a friss megjelenéseket a tavalyi évből, tehát 2019-ből. És az általuk legjobbnak gondoltakat beküldik, és hát gondolom összejön jó pár könyv, száznál is több talán, amiből egy öttagú zsűri válogatott egy shortlistet, tehát egy rövidített listát, amin öt cím volt, és ebből választották ki végül a szakmai győztest, illetve a közönségdíjas. Berg Judit, az Őrzők volt a közönségdíjas könyv az én kategóriámban, tehát az ifjúsági regény kategóriában. Hát nagyon megtisztelő, én nagyon, nagyon boldog vagyok, nem számítottam rá, bár mondom, ezt szokták mondani. Kétségtelenül eszembe se jutott, hogy valaha díjakra fognak nevezni, vagy hogy meg is nyerem. Nagyon erősen szerettem volna egy történetet elmesélni, aminek most a felénél tartok, ez egy duológia, tehát két kötet. És mondhatjuk fantasynek, bár egy picit óckodok ettől, mert az embereknek mindig a sárkányok, meg az orkok, meg a törpék, meg a tündék jutnak eszükbe a fantasyről, már hogy a felnőtt olvasóknak, ebbe ilyesmit nem találni. Egy fiatal magyar, 17 éves kamasz átkerül egy másik világba, ami hajaz egyfajta középkori jellegű világba, és ott van még két elbeszélő, akik elindulnak a mesteralvók nyomában, és ezt a kalandos utazást, ezt a nyomozást próbáltam megörökíteni úgy, hogy ez a világ egy nagyon is mágiamentes világ, vagy egy ilyen hitehagyott világ, tehát a mágia kora már rég mögöttük van, és igen csak földhöz ragadtan élnek, amiből elkezd ez a három ember valahogy kiviláglani, és egy újfajta életet kezdeni. Engem az fogott meg ebbe a dologba, vagyis hát a történet is nagyon érdekes, hogy ugye ez 14 éven felülieknek van, tehát egy ifjúsági regény kategória, és azon gondolkoztam, hogy te, aki már jó pár éve, évtizede vagy a könyves szakmában, voltál vezető beosztásban, olvastál több ezer kéziratot, miért döntöttél úgy, hogy ezt a korosztályt szólítod meg? Tehát ha egy picit így feltételezhetek-e mögött valamit, nekem az ugrott be elsőre, hogy annyi sok romantikus történet, akár krimi, akármi után, lehet, hogy ez a vonal benned már teljesen kiéghetett, és mondjuk ez egy olyan tiszta világ, ami az ifjúsági regények kategóriája, hogy ebben tudtál úgy alkotni, hogy nem jöttek be melléd ezek a több száz és ezer elolvasott kéziratok? Nem vagy messze az igazságtól. Én azt gondolom, hogy először is kellett egy gondolatnyi csend, tehát hogy én 2017-ben kiléptem ebből a nagyon-nagyon mélyen könyvszakmai vonalból, ami azt jelentette, hogy én addig 15 éven át szerkesztőségekben dolgoztam, és ahogy mondott, több ezer kézirat futott át a kezemben, egyszerűen olyan zaj volt a fejemben, hogy abból egy épkézláb saját mondatot is nehezen írtam volna le. Valahogy úgy elindult magától. Ez egy ilyen flow-szerűen. Ez egy vízió volt? Igen, egy nagyon pici. Én magamnak úgy fogalmaztam meg, hogy olyan, mint amikor találsz egy gombolyagnak a végét, és csak egy ennyi volt, és ahogy viszont elkezdtem úgy fölcsévélni, akkor úgy kiderült, hogy emögött több is van, vagy több is lehet. És ami nagyon fontos volt számomra, hogy valami nyelvet tudjak alkotni. Tehát, hogy ne csak egy világkép legyen, hanem legyen mögötte egy ilyen archaizáló érdekes nyelv. És milyen az, amikor akasztják a hóhért? Milyen az, amikor téged szorít a határidő, amikor a te kéziratodat szemlézik? Hát egy teljesen más működés szerintem a kettő, tehát a szerkesztés meg az írás. Én azt hittem, hogy én nagyon könnyű ember leszek, mert hát ugye hát tudom, hogy mi történik. Tehát föl vagyok rá készülve, de hát nem, mert hogy az író egy hiú ember, és akkor a saját mondataihoz, a saját fordulataihoz, karaktereihez, stb. Nagyon ragaszkodik. Úgyhogy én is egy nehéz eset voltam ebből a szempontból, pedig jó pár nehéz esetem volt 15 év alatt. De végső soron aztán dülőre jutottunk, mert volt annyi kompromisszumkészség a kiadóban is, meg bennem is, hogy
hogy létrejött ez a végleges verzió, de nagy tanulás. Ha most azt vesszük, hogy nem fejezted be a szerkesztési munkáidat sem, akkor egy kicsit leegyszerűsítve, hol kezdődik és hol ér véget a te munkád, amikor egy kéziratot odaad neked valaki, illetve mennyi szereped van abba, most minden elfogultság nélkül, hogy miből lesz sikerkönyv, és mondjuk miből nem lesz. Amikor az ember egy magyar szerzővel dolgozik, és egy alulról, a semmiből épülő kézirattal foglalkozik, akkor nagyon fontosnak gondolom, hogy igenis vegye elő az ízlését. És itt az ízlés, ugye, az egy nagyon... Hát igen, tehát ez egy nagyon szubjektív fogalom, mert ugye lehetek én úgy ízlésrendőr, hogy tulajdonképpen megölöm azt, amit ő szeretne. De az ízlést itt én úgy értem, hogy azért az olvasó felől, és a műfaj felől, és a zsánerben kiemelkedőt alkotók felől kell az ízlést alkalmazni. Tehát én azért megpróbáltam az elmúlt években, vagy hát az elmúlt 5 évben bizonyosan nemeket mondani olyan kéziratokra, ami tudtam, hogy annyira nem az én ízlésvilágom, hogy esélyem sincs beleélni magam a szerző helyébe, és onnan szemlélni, hanem az én, hogy mondjam, az én ilyen-olyan ízlésem betűr rá a dologra, és van bennem egy ellenállás. Magyar szerzőkkel én azt tapasztalom, hogy van mindig egy dramaturgiája a közös munkának, általában, ha nem ismerjük egymást, akkor onnan indul, hogy nagyon nagy igény van rá, hogy jöjjön egy erőskező szerkesztő, aki rendbe teszi, aki célt a szövegnek, stb. Majd, amikor ez megtörténik, akkor megijednek, és volt olyan is, aki fölpattant az asztal merről, a kávézástól, és elrohant. Aztán kibékültünk, és elég sok könyvet csináltunk együtt, de hogy az egy sokként éri a legtöbb magyar szerzőt, ha meglátnak egy olyan szerkesztett kéziratot, amiben nem egy-egy vesző van arrébb téve, hanem mondjuk jelentősen meg van húzva, át van javítva, átírási kérések vannak benne. Mert hiszen azért az íróban lezajlik egy folyamat, és ő leteszi a pontot. Akkor itt is számít a kémia a szerző és a szerkesztő között. És van esetleg olyan tendencia, amit megfigyeltél, hogy mondjuk olyan sikerszerzők esetében, mint akár Fejős Éva, akinél mondjuk több-több könyven keresztül dolgoztatok együtt, hogy az első közös munka mondjuk döcögősebb, meg ott esetleg több formálnivaló van, de esetleg már az író is ráérez arra, hogy szerkesztesz, és akkor egyre kevesebb szerkeszteni való van. Ez egy fejlődési metódus. Egy összecsiszolódás. És akkor mi van, amikor esetleg megváltozik a szerkesztő? És akkor egy új szerkesztővel kell elkezdeni dolgozni. Az egy új együttélés, az egy új kapcsolat. Tehát akkor... Volt olyan is, hogy én cserélődtem le, volt olyan is, hogy én cseréltem le valakit, akkor újra kell építeni, és hát mint egy kapcsolatban, amikor jön a szerző, akkor elmondja, hogy mit szeretett az exében, és mit nem szeretett, és akkor az ember próbál ehhez valamelyest igazodni. De én az valahogy a nyílt kommunikáció híve vagyok, szóval én leszoktam ülni az első alkalom, és elmondom, hogy mi fog történni. Tehát, hogy az az orvos vagyok, aki elmondja a vizsgálat menetét, mert úgy kevésbé lesz drasztikus, illetve pont ez az összecsiszolódás, hogy nézd, van olyan szerző, akivel odáig eljutottunk, a nevet nem mondok, hogy ő átküldi, én átjavítom, visszaküldöm, és ő rányom az elfogadás gombot. És a te munkád során szerkesztőként éreztél valaha úgy, hogy kudarc érzésed van? Nem amiatt, mert neked nem sikerül valami, hanem hogy egyszerűen nem találjátok meg. Úgy tűnik, hogy sikerülhet, de végül is már elkezdtek dolgozni, de aztán mégse az sül ki belőle, aminek te szeretted volna, hogy kisüljön. Persze, persze. És ilyenkor nem lehet menet közben kiszállni, hanem ez így végigmegy. De? Az egy kellemetlen pillanat, igen. Tehát abból lehet félúton elengedni egy könyvet, és kell egy kezem nem tudom megszámolni, hogy hány ilyen volt. De volt. Én is sokat tanultam abban, hogy ha ilyet érzek, akkor minél előbb. Tehát most már azt hiszem, hogy első olvasásra tudom. De amikor nem tudtam, akkor volt, hogy nagy mellénnyel belevágtam, és belevágtunk, és nem jutottunk egyről a kettőre. Jó esetben mind a ketten így érzitek, és akkor azt mondjátok, hogy hát ez így nem jött össze. Ha nagyon kevés volt olyan, ahol ebből életre szóló sértődés lett, ez is benne van a pakliban. Téged... Íráson belül a forgatókönyvírás, vagy a kicsit a filmes vonal nem vonzott soha, ugye
színházi emberek a szüleid. Igen. És majd, hogy nem ebben a légkörben nevelkedtél, ez kontraproduktív, hogy nem ebben, hanem inkább az irodalmi irányba mentél el, vagy esetleg a későbbiekben akár még itt is kiköthetsz? Nézd, hát az biztos, hogy én nagyon nagy dózist kaptam a színházból gyerekkoromban, a filmből kevesebbet, azért a szüleim leginkább színházi színészek voltak, bár nyilván szerepeltek filmekben, de hogy viszont sose voltam egy ilyen színész gyerek, vagy hogy mondjam, akkor még nem mondták, hogy celeb, akkor még voltak ilyen mesterségek, vagy szakmák, de hogy én nem elvétve szerepeltem velük újságban, meg így, tehát nem volt ez tolva, hogy a gyerek csináljon valamit. Engem akkor is nagyon korán elkezdtem angolul tanulni, és angolul írogattam ilyen kis novellákat, meg mit tudom én, tehát ilyen apró cseplő dolgokat, de mindig valahol inkább ez a szöveggel való munka izgatott. Persze a forgatókönyvírás az egy szövegmunka. Tehát hogy a dramaturg. A dramaturg az dramaturg. Így van, az egy szövegmunka. De ez, hogyha erre kérdezel, ezek abszolút érdekelnek. Úgyhogy hát nem tudom, hova fogunk még kalandozni. Remélem, hogy talán ez a könyvecske, meg ez a díj is egy picit nyit pár kaput, hogy ide-oda elinduljak. Bár pontosan tudjuk, hogy a magyar színház és filmes élet most nehéz helyzetbe került, és van, és marad is szerintem, tehát hogy azt is kell nézni, hogy 20, nem 20 évesen, hogy az ember mibe fecsöli az energiáit. Akkor lezárásként egy kicsit tekintsünk a jövőbe. Mondtad, hogy ez egy duológia, ez az ifjúsági regény. Ez már készülőben van, vagy már akár el is készült-e, illetve tervezel-e még akár ifjúsági, akár más műfajú regényeket? Igen, ez készülőben van. Most egy kicsit az elmúlt 3 hónap zökkenőkkel telt, úgyhogy picit leálltam, úgyhogy fel kell vennem a fonalat újra, és remélhetőleg karácsonyra jelenik meg a második rész. És igen, vannak különféle tervek, ezzel kapcsolatban most tárgyalgatok emberekkel, hogy mifelé mozduljunk el. Biztos, hogy meglepő lesz, ha sikerül, amit gondolok. Akkor műfajt sem? Hát azt végképp nem. Azt végképp. azt nem szabad elárulnom, mert az lesz a meglepetés maga, a műfaj. Gergely, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és sok sikert mindenhez. Köszönöm a meghívást. Köszönöm, hogy velünk tartottatok. Jövő hétfőn újra találkozunk. Addig is iratkozzatok fel az Áramgyár magazin YouTube csatornájára. Sziasztok!